ítéletbeszéd. Nem hagyják annyiban a feljelentők, hogy az ügyészség lezárta az ügyet Klaus Johannis államfő magyar ellenes kirohanása kapcsán. Járványhelyzet. Folytatódik a készenléti állapot. A kormány egy hónapot szeretne, de a parlamenten múlik, hogy mennyi ideig tart majd. Lazítások. Az igények függvényében hamarosan ismét megnyitják az óvodákat és a napközi otthonokat. Köszöntöm Önöket a híradóban! Nem hagyja annyiban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács a legfelsőbb bíróság melletti ügyészség döntését, amely szerint nem számít bünténynek Klaus Johannis államfőnek a magyar közösség elleni úszítása. A két magyar szervezetet képviselő Kincses Előd ügyvéd panaszt nyújt be a főügyésznek. Május elején jelentette fel a legfelsőbb bíróság melletti ügyészségen április 29-ei magyar ellenes beszédért Klaus Johannis államfőt az Erdélyi Magyar, illetve a Székely Nemzeti Tanács. A június 9-én keltezett döntésben az ügyészség lezártnak nyilvánította az ügyet, arra hivatkozva, hogy ugyan Johannis túllépett a szólásszabadság határain, de nem követett el bűncselekményt. Másképp látják ezt a feljelentők. Izsák Balázs SNT elnök szerint örvendetes, hogy elismerték a gyűlöletkeltés tényét, de az ügyet nem hagyják annyiban. Az állam egy közhatalmi intézménye úszította a magyarok ellen. Ezt kell kimondani, és ez teszi rendkívül súlyossá ezt az ügyet, Klaus Johannis magyar ellenes úszítását. Tovább fogunk lépni, fogunk élni a panasz jogával. A panasz benyújtására összesen 20 napja van az SNT és az EMNT jogi képviseletét ellátó Kincses Elődnek. Az ügyvéd azt mondja, fel vannak készülve arra az eshetőségre is, hogy a főügyész nem fogja megváltoztatni a beosztott ügyész határozatát. Ez esetben a legfelsőbb ítélőtáblához fordulnak. És amennyiben a legfelső ítélőtábla sem lesz hajlandó elrendelni a bűnvádi eljárást az államelnök Johannis ellen, akkor még mindig az Európai Emberjogi Bírósághoz fordulhatunk, hiszen az Európai Emberjogi Egyezmény a diszkrimináció tilalmát nagyon szigorúan veszi és bünteti. Kincses Előd elmondta, a diszkrimináció ellenes tanács döntését, amely gyűlöletbeszédnek nyilvánította Klaus Johannis szavait, és 5000 lejes bírságot rót ki, az államfő politikai jellegűnek nevezte, mert a tanács tagjait politikai pártok jelölik. Azt viszont, hogy az ügyészség is gyűlöletbeszédet emleget, már nem nevezheti politikainak. Ma közölték egyébként, hogy Klaus Johannis bíróságon fellebezte meg a diszkrimináció ellenes tanács döntését. További 30 napig készenléti állapotban marad Románia, erről a mai kormányülésen döntött az Orbán kabinet. Ezt azonban a parlamentnek is meg kell szavaznia, márpedig a szociáldemokraták jelezték, csak 15 napos hosszabbítást támogatnak. 3 órás késéssel kezdte mai kormányülést az Orbán kabinet. A miniszterelnök elmondta, az Országos Vészhelyzeti Bizottság egyöntetű döntése értelmében szükség van a készenléti állapot újabb 30 napos meghosszabbítására. A kormányfő az erre az időszakra érvényben lévő szabályozásokat is ismertette. Elmondta, megnyithatnak a plázák, kivéve az ezekben működő mozik, vendéglők, kávézók és játszóhelyek. Továbbá megnyithatnak a kültéri úszómedencék, a fogadóirodák, szerencsejátéktermek, valamint a lottozók. Az iskolai időszak lejártával nem folyosítják már a pénzügyi támogatást a gyerekükre ügyelő szülőknek, ezért kinyitottak a nyári óvodák és újraindulhatnak az after school típusú foglalkozások. A pénteki határozaton kívül arra a döntésre jutottunk, hogy kinyithatnak a templomok, és azokban a hívekkel közösen lehet majd miséket, istentiszteleteket tartani. Itt megjegyezném, hogy mi nem zártuk be a templomokat. A templomok nyitva voltak, csak nem engedtük meg a vallásos szertartások benti megtartását. A készenléti állapot idején továbbá 3-ról 6-ra emelik azok számát, akik csoportosan tartózkodhatnak szabadtéren. Magánjellegű rendezvényeken engedélyezik legtöbb 20 fő részvételét benti helyiségekben és 50 fő részvételét szabadtéren. Híradón korábban arról is beszámolt, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet kidolgozott egy módszertant arra vonatkozóan, hogy az egyes országokat miként osztályozzák a járványhelyzet, illetve az elmúlt 14 napban jegyzett új megbetegedések átlaga alapján. Az 5-ös alatti mutatóval jegyzett országokból érkezőknek nem kell lakhelyi elkülönítésbe vonulniuk. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik.
Az Európai Bizottsághoz forduló panasszal a román kormány, ha Magyarország továbbra is akadályozza a román állampolgárok átutazását, mondta ma Bukarestben Ludovik Orbán miniszterelnök. Orbán szerint Budapest diszkriminálja a román állampolgárokat. Bepanaszolja Magyarországot az Európai Bizottságnál a román kormány, ha a magyar hatóságok diszkrimináló módon továbbra sem engedik meg a román állampolgárok átutazását Magyarország területén, jelentette ki a kormányülésen Ludovik Orbán miniszterelnök. A kormányfő elmondta, azoktól, akik Nyugat-Európába akartak utazni munkavállalás céljából, a magyar határrendészek eredetiben kérték a munkaviszonyt igazoló szerződést, a dokumentum hiányában pedig visszafordították őket. Olyan esetet is elmesélt, hogy egy férfi a lányát vitte volna vizsgázni külföldi egyetemre, de a magyar hatóságok nem engedték őket át a határon. Magyarország ismét olyan intézkedéseket hozott, amelyek ellentétesek az Európai Unió alapszerződésébe foglalt szabad mozgás elvével. Beszámoltak róla nekem olyan emberek, akiket személyesen is ismerek, hogy nem engedik őket átutazni Magyarországon. Orbán kijelentette, ha Magyarország az úti cél, a magyar hatóságoknak joga van a korlátozásokhoz, de a tranzitálásnak a kétoldalú egyezmények ellenére való akadályozásával Magyarország megsérti az Európai Uniós állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát. Szerinte mindezek a korlátozások, mintha szándékosan a román állampolgárokat érintenék a leghátrányosabban. Románia hétfőn törölte el a kéthetes elkülönítés kötelezettségét 16 államból, közöttük Magyarországról érkező utasok esetében. Magyarország ugyanakkor Romániából jelenleg csak a lakcímmel is rendelkező magyar állampolgárokat engedi be a területére kéthetes elkülönítési kötelezettséggel. Ezt a járványstatisztikák indokolják, míg Románia is csak olyan államokból enged be korlátozás nélkül utazókat, ahol az 1 millió lakosra vetített napi új fertőzések száma 5 fő alatt. Romániában ez a szám még bőven 10 fő fölött van. Híradón került jelentette be Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, hogy holnaptól megszűnik a karanténba vonulási kötelezettség a Magyarország és Románia közötti határátlépés esetén a két ország állampolgárainak. Nem lassul a járvány Romániában. A lakosságarányos adatok alapján a Kárpáton túli megyék egyre érintettebbek. Az áldozatok száma 1437-re emelkedett, ez a nyilvántartásba vett fertőzöttek 6%-át teszi ki. Romániában máig 22.415 igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ez 250 új esetet jelent az elmúlt 24 órában. Az aktív fertőzöttek száma viszont enyhén csökkent. A gyógyult személyek száma egyébként meghaladta a 16 ezret, és elérte a 72%-ot az összes esethez viszonyítva. Az elmúlt 24 órában mintegy 9000 tesztet értékeltek ki. Az elmúlt időszakban az is világossá vált, hogy amint a tesztek száma közelíti vagy meghaladja a 10 ezret, a napi új esetszám is 200 fölé emelkedik. Az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek száma 173, ez enyhe csökkenést mutat. A kórházak telítettsége 30% körül van. Ismét nőtt az intézményes karanténban lévők száma, miközben az otthoni elkülönítésben lévők száma jelentősen csökkent. Ami a kihágásokat illeti, csökkent a kirót büntetések száma, az érték viszont változatlanul magas. Átlagosan meghaladta az 1200 lejt. Az új esetek listáját ismét Szucsáva vezeti, de Bukarestben sem lassul a járvány. Erdélyben továbbra is Brassó megye a legérintettebb. Bihar, Hunyad, Maros-Szilágy és Temes megyében viszont most nincs új fertőzött. Európában az unión belül a megbetegedések száma meghaladja az 1.477.000-et. Nyugat-Európában a napi megbetegedések száma néhány százas nagyságrendű. Az unión kívül a legérintettebb Oroszország, ahol továbbra is 8000 körüli a napi új esetszám. A képernyőn azok az országok láthatóak, ahonnan szabadon lehet beutazni Romániába. Ez tegnap óta nem változott, továbbra is ugyanaz a 16 ország szerepel rajta. Világszerte a megbetegedések száma megközelíti a 8 milliót, az aktív esetek száma 4 millió körüli. A legérintettebb országok az Egyesült Államok, Irán, Szaúd-Arábia, a Dél-Afrikai Köztársaság, Egyiptom, India, Banglades, Mexikó, Brazília, a Chilei Köztársaság és Peru. Az áldozatok száma világszerte meghaladta a 437.000-et. 30 év után először fordul elő, idén elmaradt tusványos.
A bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Tusnádfürdőn a koronavírus járvány miatt törölték a szervezők. A tábor eredeti szándéka szerint a határon átnyúló együttműködést, a román-magyar párbeszédet és a kultúrált magyar-magyar politikai eszmecserét tűzte ki célul. Ellenzéki kritikák szerint az elmúlt években egyre inkább a budapesti kormány tagjai és a Fidesz szellemi holdudvarának képviselői fejtik ki a táborban gondolataikat. 1989 óta minden év júliusának második felében rendezték meg, eleinte Bálványosfürdőn, később Tusnádfürdőn, ezek összevonásából kapta a közismert Tusványos nevet. Továbbra is késnek a kormány gazdaságélénkítő intézkedései. A szükségállapot március 15-i bevezetése óta csak ígérgetések hangzottak el, konkrét lépésekre nem került sor, hangsúlyozták az ellenzéki politikusok a képviselőházban a kormány óráján. A Mentsétek meg Romániát szövetség kezdeményezésére Virgil Popescu gazdasági minisztert hívták be a képviselőházban tartott politikai vitára. A tárcavezető közölte, maga is azt szeretné, hogy mielőbb ismét felpörögjön az ország gazdasága, de nem hagyhatja figyelmen kívül az Országos Közegészségügyi Intézet, az egészségügyi miniszter és egészségügyi szakemberek ajánlásait. A kormány óráján az RMDS hangsúlyozta, a hazai gazdasági élet hanyatlóban van, egyrészt a járvány miatt, másrészt pedig azért, mert a kormánynak jelenleg sincsenek gazdaságbarát intézkedései. A turizmus olyan szinten sínylette meg a válságot, hogy Románia látogatottsága alacsonyabb, mint egyedül Budapesté. Az iparnak a csökkenése, tehát az is számottevő volt az elmúlt időszakban, és talán ez a dominó effektus, ez csak most indul be igazán. Tehát eddig voltak olyan ágazatok, amik direkt érintve voltak, mint a kereskedelem, mint a szolgáltatás, stb. De most következik az ipar, tehát egy komoly hanyatlás, és ez tetszik, nem tetszik, munkalehetőség kieséssel jár, a családoknak a bevétele az csökkenni fog. Gondolom, hogy elég komoly problémák elé nézünk az elkövetkező időszakban. Hozzátette, a kis és közepes vállalkozásoknak kamatmentes hitelt biztosító IMM Invest program is csiga lassúsággal működik, eddig a pályázóknak csupán kevesebb, mint 10%-kal kapta meg a támogatást, olyan körülmények között, hogy a program az év végén lezárul. Másrészt a több 10 milliárdos uniós támogatást a kormány nem a vállalkozások megsegítésére fordítana elsősorban, hanem az úgynevezett nagy beruházásokra. Az előző finanszírozási ciklus pedig azt mutatja, hogy az ország sereghajtó volt az uniós pénzek lehívásában. Jelentős gazdasági visszaeséssel kell számolnunk globális szinten a koronavírus járvány terjedése, illetve az emiatt bevezetett hatósági óvintézkedések miatt. Az elmúlt időszakban számos cég szüntette be tevékenységét, menesztette vagy küldte kényszerszabadságra alkalmazottait. Az uniós tagállamok belátták, hogy a gazdaság pillérét jelentő vállalkozások támogatása elengedhetetlen, és jelentős mennyiségű visszanemtérítendő összeget bocsátanak rendelkezésükre, csak pályázni kell. Egyértelmű, hogy a gazdaságot ki kell mozdítani az instabilitásból, állítják a szakértők. Uniós szinten egyébként milliós nagyságrendű a megszüntetett munkaszerződések száma, és több ezer vállalat került válságba vagy akár csődbe. Emellett azok a cégek is pénzügyi nehézségekbe ütköztek a járvány miatt, amelyeknek alapvetően megvannak a tartalékaik egy ilyen jellegű válság átvészelésére. Az uniós tagállamok emiatt úgy a magán, mint a jogi személyek anyagi támogatását vállalták. Románia sem képez ez alól kivételt. Ettől a hónaptól kezdődően jelentős pénzösszegekre pályázhatnak az érintettek. A magánszemélyeknek az épületek energiahatékonyságának a növelésére különítettek el pénzt, 70 ezer lejre pályázhatnak az érdekeltek 40%-os önrész biztosításával. De talán ennél is fontosabb a mikro, a kis, valamint a közepes vállalkozásoknak nyújtott támogatások. Az előző évek tapasztalatai pedig kecsegtetők, ismertette az adatokat a Nagy Restart elnevezésű online konferencián Nagy Imecs Péter. A pályázati pénzek lehívása Romániában a kis és középvállalkozások és a vállalkozói szektorban mindig jeles volt. Szóval azzal, hogy Románia mennyire nem jeleskedik és mennyire sereghajtó a pályázati pénzek lehívásában, ez az összképre vonatkozott. Az összképen belül a vállalkozások kis torta szelete, az mindig túl jelentkezett volt. Igazából nem arról beszélhetünk, hogy nem tudják lépni, mert általában a végére túljelentkezés alakult ki. Már a 2007-2013-as időszakban is gyakorlatilag a vállalkozásoknak itt pályázatoknál 100%-os lehívási rátáról beszélhettünk. 14-20-ban is meg fog ez valósulni. Az alkalmazás
alkalmazott nélküli mikrovállalkozások legkésőbb júliusban 1000 euró értékű anyagi támogatást kapnak. A vendéglátóiparban a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak munkába való visszatérését támogatják. 1600 euró jár egy alkalmazott után a vendéglők esetében, 1700 euró a szállodák és panziók esetében. A támogatás legtöbb 50 alkalmazottra hívható le. A kis és közepes vállalatok eszköz- és szoftverfejlesztésre hívhatnak le 200 000 euró összeget, amelyből 85% vissza nem térítendő támogatás. A pályázati kiírás június-júliusban jelenik meg. Most valóban megéri pályázni, mondják a szakértők. Kolozsváron elsősorban a belvárosban és a zsúfolt negyedekben egyre nagyobb gondot okoz a légszennyezés. A városi önkormányzat elfogadott egy 19 intézkedésből álló új integrált levegőminőségbiztosítási tervet a következő 5 évre, annak érdekében, hogy csökkentsék a levegőszennyezést és javítsák a levegőminőségét a kincses városban. Kolozsváron a rossz levegőért elsősorban a közlekedés és a rengeteg autó a felelős, de a lakások nem megfelelő fűtése, a folyamatos építkezés és az időjárás is hozzájárul a légszennyezéshez. Az önkormányzat évek óta azon dolgozik, hogy kiterelje az autós forgalmat a belvárosból, környezetbarát megoldásokat vezessen be a közszállításban, és parkokat, valamint minél több zöldövezetet létesítsen. A következő 5 évre elfogadott integrált levegőminőségbiztosítási tervről Ola Emese alpolgármester elmondta, az intézkedések főként a mobilitásra vonatkoznak, a stratégia 19 pontban szabályozza azt, hogy mit kell megvalósítani Kolozsváron, és ezekhez határidőket is rendel. A körgyűrű megépítése, a fenntartott buszsáv bővítése a Magyar utca teljes hosszában, ugyanakkor az iskolabusz hálózatnak a bővítése, vagy a zöld hullám megvalósítása, ami a villanyrendőröket, ami a villanyrendőrökre vonatkozik. Ugyanakkor egyértelműen fontos számunkra, hogy a zöldövezetet bővítsük, ugyanakkor a városközpontban több gyalogos vezetet kívánunk létesíteni. Az alpolgármester hozzátette, a belváros utcáinak a gyalogos övezetté való alakítása és a bicikliutak bővítésének munkálatai már el is kezdődtek. Idén a Látérénus sportbázis munkálatai is elkezdődnek, ahová egy 4,2 hektáros területen sportbázist alakít ki az önkormányzat. Arra a kérdésünkre, hogy milyen hatással volt a kijárási tilalom Kolozsvár légszennyezésére, Ola Emese úgy válaszolt, a környezetvédelmi hatóság méréseire hivatkozva kijelentheti, egyértelműen javult a levegő minősége a szükségállapot idején, de az önkormányzatnak saját kimutatása erre vonatkozóan nincs. Hamarosan nyithatnak az óvodák, bölcsődék, a nyári üzemeltetésre vonatkozó szabályzat ugyanis késve, de megjelent. Az intézmények készülnek a nyitásra, a szülők pedig örülnek a lehetőségnek. A Marosvásárhelyi Stefánia napközi otthonban készülődnek, miután megjelent ugyanis a hivatalos közlönyben a szabályzat. Július 1-től bizonyos feltételek mellett megnyithatják az intézményt. Ez a tanintézetek és a szülők részéről is feltételez különféle betartandó szabályokat. A szülők le kéne adják a kéréseket, hogy kiigényli a nyári óvodai tevékenységet, vagy foglalkoztatást, vagy megőrzést. Utána pedig ezt a tanfelügyelőségek összesítik, leadják a helyi önkormányzat és az önkormányzat fogja eldönteni, hogy melyik intézmények lesznek nyitva a nyári foglalkozásokhoz. A következő időszakban tehát az óvodák várják azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik igényelnék a nyári üzemeltetést. Az otthonban már megtették a szükséges előkészületeket a nyitásra, általános nagy takarítást és fertőtlenítést végeztek, kimosták az ágyneműket, lemosták az ágyakat. A szabályzat szerint egy gyermeknek 4,5 négyzetméteres területet kell biztosítani. Ez a Stefánia esetében termenként 5 gyermeket, az intézmény szintjén legfeljebb 35-ös létszámot jelent. Ambrus Bíborka három gyermekes édesanyja tőlünk értesült az óvodai nyitás híréről. Örülne a nyári nyitásnak, és élne is a lehetőséggel. Ez egy nagyon jó hír lenne, mert a nyári időszak is probléma, de az elmúlt időszak még nagyobban problémás volt, mivel nagyon sok szülőnek nem volt lehetősége, ki ne elhagyja a gyerekét, nem voltak lehetőségek nagyszülőkre, kisegítő személyzetre, és azért a munkát kellett felhagyni azért, hogy a gyerekekkel tudjunk lenni. Hozzátette, nehéz volt három gyermekkel az eltelt időszak, pedig udvaros házban laknak. Az egyéni, otthoni tevékenység ugyanis nem hasonlítható össze a csoportos tevékenységgel. Ezen a véleményen van 5 éves lánya Hanna is, aki kedvenc óvodai tevékenységeit is felsorolta nekünk. Játszodni,
legózni, kockázni, meg kirakósozni. És örülnél, hogyha visszamehetnél az óviba, s mindezeket megtehetnéd? Igen! Várod, hogy megnyíljon? Igen! Miután a jelentkezéseket összesítik, az önkormányzatok döntését az újranyitásról tanfelügyelőségek székhelyén honlapján hozzák nyilvánosságra. Rászoruló iskolásoknak, egyszülős családoknak gyűjt digitális eszközökre a székelyudvarhelyi Tegyünk Egymásért Egyesület. A laptop kampány célja, hogy adományokkal segítsék azokat a diákokat, akik eszközök hiánt nem tudnak részt venni az online oktatásban. A járványhelyzetre való tekintettel indította el legújabb projektjét, a laptop kampányt, a Székelyudvarhelyi Tegyünk Egymásért Egyesület. Céljuk, hogy azoknak az egyszülős családoknak, rászoruló diákoknak biztosítsanak digitális eszközöket, amelyek nem tudnak részt venni az online oktatásban. Azoknak a laptop vagy táblagép felajánlását várják, akik szeretnének hozzájárulni a hátrányos helyzetű diákok megsegítéséhez. Ezt majd vakáció után is használt fogják tudni venni, tehát nem csak a online oktatásra, hanem természetesen utána is, mert jó, hogyha fejlesztik magukat. És ilyenkor ugye összefogtunk és meghirdettük, mert bízom benne, hogy lesz rá olyan mód, hogy tudjunk segíteni. Hozzátette, hogy eddig egy laptop és egy táblagép érkezett, de egyre több igénylést diktattak az egyesületnél. Kiemelte, gondoskodnak arról, hogy az adományok a legjobb helyre kerüljenek. Idén elmarad a három legtöbb résztvevőt vonzó kulturális és hagyományőrző rendezvény Nagyváradon. A június végére tervezett Szent László napokat, az augusztusi Nagyváradi Magyar Kulturális Napokat és a Nagyváradi Középkori Fesztivált is lemondták a szervezők. A több tízezer résztvevőt megmozgató Szent László napokat minden évben június 27-én, azaz a város alapító Szent Király születésének évfordulója környékén szokták megrendezni. A Szent László Egyesület 2013-ban elindított egyhetes rendezvénysorozata az évek során a térség meghatározó kulturális fesztiváljává nőtte ki magát. Programjait az értékőrzés és a hagyománytisztelet határozta meg felszabadult fesztiváli környezetben. Mivel idén a járvány nem teszi lehetővé egy ekkora tömeget megmozgató esemény megrendezését, a szervezők lemondták a programot, bízva abban, hogy jövőre sikerül újra meghódítani a nagyváradi várat, hogy méltó környezetben tisztelegjenek a lovak király előtt. Azt mondtuk, hogy az emberek egészség a legfontosabb, nem lehet ezzel játszani, illetve nem lehet olyan körülményeket biztosítani, ami megfelelünk a törvényes előírásoknak, már csak ha azt veszük a távolságtartást, tehát 10 000 embert nem tudunk úgy bejönni egy koncertre, hogy másfél méter távolságot tartsanak egymás között, és amiatt úgy döntöttünk, mind a három rendezvényben amúgy, hogy ebben az évben nem lesz megtartva. A Szent László napok mellett a térség másik két legnagyobb rendezvényét, az augusztusra tervezett Nagyváradi Magyar Kulturális Napokat és a várban megtartott Nagyváradi Középkori Fesztivált is lefújták. Románia egyik legnagyobb középkori fesztiváljára 2019-ben 11 ország 43 hagyományőrző csoportja érkezett, hogy újra játsszák a legismertebb történelmi csatákat. Megnyitottak a fitness termek, sporttal folytatjuk. Tegnap megnyithattak a fitness termek, azonban az üzemeltetők, a sportolni vágyók és az edzők is be kell tartsanak egy sor szigorú előírást. A korlátozások azonban nem tántorították el a klienseket. Szigorú szabályok mellett indulhattak újra az edzések a romániai fitness termekben. Csak azokat engedik be, akik előzetesen időpontot foglaltak. A sportlétesítmények üzemeltetőinek pedig a korábbinál lényegesen nagyobb felületet kell biztosítaniuk a jelenlévőknek. Az egyéni sporttevékenységet végző személyek számára legalább 7 négyzetmétert kell biztosítani, míg a csoportos tevékenységek résztvevőinek egyenként 10 négyzetméteres felületre lesz szükség. Ezek a korlátozások kissé megnehezítik az edzők munkáját, ugyanis csak jól beosztott program szerint fogadhatják klienseiket, mondta el híradónknak az egyik személyi edző. Most nagyon sok a programálás, mivel maximum 2-3 személy lehet egy órával egy személyedzővel, és hogyha többen vagyunk személyedzők, például a 18-as gymben tele vagyunk, 20 személyedző van, úgyhogy bekeosztuk nagyon az időnket, és hogy mindenki elférjen a terembe. Korlátozva vagyunk, maximum 50 személy jöhet be
abba a térbe, úgyhogy kell egyeztessünk a menedzserekkel, kliensekkel. A sportlétesítmények beérkezőknek kötelező módon maszkot kell viselniük a recepciónál, a közös helyiségekben, egészen az edzőterembe való belépésig, és mindenkinek vinnie kell magával törülközőt. Tudtuk meg Pánc Szintiától. Tapasztalatai azt mutatják, hogy az edzőtermek szüneteltetése alatt sem maradtak sportolni vágyók nélkül. És ráhangolottunk arra, hogy online terjesszük ki ezt a fajta sportot, ami nagyon jól is működött, mivel az emberek otthon volt, és volt idejük edzeni. Bár sok szabályt kell betartani, amelyek nehezebbé teszik a sportolást, aki valóban egészséges életmódot szeretne élni, ezek ellenére sem tántorodik el. Attól függetlenül, hogy korlátozva vannak a lehetőségek, de én azelőtt is ugye csoportos edzésre jártam, és szeretném ezt ugye folytatni, ha bár még nem lehet, de vannak ugye lehetőségek személyedzésre, meg ilyen magánedzésre, ami tényleg az is nagyon-nagyon jó lehetőség. Az egyetlen nagyobb gondot talán az jelenti, hogy nem engedélyezik a zuhanyozást, mivel sokan edzés után egyenesen dolgozni mennek. A fitnesstermek munkatársai azonban remélik, hogy a kliensek erre is találnak alternatív megoldást. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.